Néhány napja érkezett bejelentés a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságra, hogy Szekszárd központjában egy biciklibolt elől valaki ellopott egy nagyjából 600 ezer forint értékű postás kerékpárt. Rövid időn belül a járőrszolgálatot ellátó kollégák a Páskum utcában igazoltatás alá vontak egy 54 éves helyi szemét, aki a leírásnak megfelelő kerékpárral közlekedett. A rendőröknek azt mondta, hogy nem akarta megtartani a bicajt, csupán kölcsönvette azt. Úgy gondolta, hogy a munkahelyén megjelenik, aztán valamilyen szabadidős programon is részt vesz, majd gondolta, hogy valahol ott hagyja a kerékpárt. Így azonban a kollégáink lefoglalták és jogos tulajdonosának kiadták a járművet. Az 54 éves férfi ellen lopás vétsége miatt indítottak eljárást.